Szél Bernadett az LMP képviselője az első vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért kellett esernyőt vinni magával a parlamentbe, hogy az utolsó napon az utolsó felszólalását elmondja? Jelzésértékű volt ez a kis egyszemélyes demonstráció. Ugye múlt héten történt egy smás. Az egyik részéről úgy többet hallottunk, konkrétan ugye a szirénázásról és a hozzá kapcsolódó molinókról. Ezért meg is kaptuk a maguk büntetését, a kiszabható maximális büntetést. Viszont arról kevesebb szó esett, és még kevesebb retorzió érte azokat a fideszes képviselőket, akik nemes egyszerűséggel felkapaszkodtak például Ercsei Katalin padjára, és belöntötték a megafonomba a vizet, és utána az ugye rákerült az egész asztalra mindenhova, elázott minden. És ezzel egy időben, vagy egy kicsit előtte meg papírgalacsinnal haigáltak engem. Na most például Szakács Imre fideszes képviselőt, aki beleöntötte a vizet a megafonba, azt például nem is büntették meg? Nekem nincs róla információm, hogy bármit kapott volna, tehát még akár az egy helyén való magatartás, vizet önteni a megafonba? Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy van, ami szerintük sérti a ház tekintélyét, más meg szerintük nem sérti, és ilyentől kezdve, hogy mi, melyik tartozik egyik meg másik kategóriába, az a saját személyes mérlegelésüknek a tárgya. Azt azért hozzáteszem ehhez, hogy még egy bocsánatkérés sem érkezett, tehát azért ez már egy kicsit sok, úgy gondolom, de nem már csak hogy én... kinek kellett volna bocsánatot? A Szakácsnak öntől például meg akik, vagy a Ercsei Katalintól? Meg akik papírgalacsinnal haigálták az embert. Egyébként nem csak én gondolom így, hanem az a hölgy is, aki odajött hozzám egy esernyővel, és azt mondta, hogy Bernadett, ne foglalkozol semmivel, vigye be magával, és hogyha felszólal, akkor tartsa fel maga fölé, mert ki tudja, hát ha valami olyat mond, ami nem tetszik a fideszeseknek, ami egyébként nagy valószínűséggel be is fog következni, és akkor megint magára öntenek egy pohár vizet. És ma mit mondott, ami nem tetszett a fideszesek? De végül is nem kaptam a nyakamba vizet, úgyhogy igazából nem tudom, hogy ez mennyire tetszett nekik, vagy mennyire nem, bár a törvényjavaslatot, amiről szó volt, azt elutasították, úgyhogy feltehetően ez sem volt ízlésüknek megfelelő. Egyébként ennyit a Családbarát kormányról, mert egy olyan törvényjavaslatot méltattam, ami például megengedte volna azt, hogy a gyermeküket kiskorú gyermek, nem, 3 estig fiatalabb gyermeket nevelő édesanyák a gyed mellett, ugye amellett, hogy dolgoznak, bölcsödébe adhassák a gyermeküket. Tehát, aztán majd még beszélünk egy másik javaslatáról, amit szintén elutasítottak, de ami az imént említett büntetéseket illeti. Az hogy létezik, hogy Schiffer András 259 ezer, Ercsei Katalin 220 ezer, ön pedig csak 174 ezer forint büntetést kapott. Önnek kivételeznek? Nem, hát a fizetésünkhöz arányosítják, tehát ugye a fizetésekorbanáról van szó. Akkor tehát ön kevés bizottságban van benne, ezért kapott kevesebbet? Hát nézze, vannak ilyen különböző besorolások, nekem annyi a fizetésem, amennyi annak az egyharmadát vonják meg tőle. És most azért, ha a szívére teszi a kezét, 174 ezer, megérte? Azt gondolom, hogy nagyon helyén való volt, hogy akkor és ott szirénáztunk és molinókat mutattunk, bár többet tehettünk volna azért, hogy ezt a szégyenletes paktumot ne szavazza meg a magyar parlament. Én, hogyha ezt a döntést újra meg kellene hoznom, akkor ugyanígy döntenék. Az volt a botrány, nem az, amit mi csináltunk, hanem az volt a botrány, ami azt megelőzte a moszkvai szeánsz, de az azt megelőző időszak is, úgy gondolom. Na most, ha ma botránynál tartunk, ugye ma Gaudi Nagy Tamás fogta magát és az Európai Uniós zászlót az ülésteremből először kivitte a folyosóra, onnan kidobta a Kossuth térre. Aztán utóbb pedig ismét megszerzett egy uniós zászlót, és azt meg a WC-be dobta. Viszont nem lesz több parlamenti ülés, akkor ki fogja megbüntetni Gaudi Nagy Tamást? És egyáltalán szóvá tette ezt az elnök, vagy pedig az történt, amit olvastam valahol, hogy hát Gaudi Nagy nem az ülésterembe tette, amit tett. Tehát akkor végül a folyosón azt csinál, amit akar. Nézze, elképesztő, tehát én nagyon nem szeretem, hogyha bárki is zászlókkal szórakozik, vagy bármit csinál, tehát azért mégiscsak egy olyan helyzetet idézett elő a képviselő úr, ami azt gondolom, hogy elfogadhatatlan. Én is kíváncsian várom a folytatást, hogy mi fog ebből kisülni. Én a saját kis történetünket tekintve azt világosan látom, hogy létező kettős mérce van. Tehát az látható volt, hogyha a fideszesek csinálnak valamit, akár kormánytag, ugye Illés Zoltán klasszikusát nem kell felidéznünk. Ő a mai napig nem kapott semmifajta retorziót azért, amit tett. Most Szakács Imre és társai is simán megúszták azt, hogy haigálják meg, öntözgetik az egyik képviselőt a teremben. Én meg ugye a molinózás, amit Osztolykán Ágnessel ott a közepén, az üres, a patkó közepén csináltunk, azért is fizettünk egy jó sok pénzt, de azért hozzáteszem, hogy nem véletlenül fordultunk Strasbourghoz, és ebben következetesek vagyunk, és a mostani molinózást is elvisszük a strasbourgi bírósághoz. Ugyanis itt is azért azt hiszem különbséget kellene tenni a házelnöknek, amit ő nem tesz meg.
Ugye itt két képviselő, Molinó Zolt, Schiffer András és Lengyel Szilvia, és kettő pedig a szirénát fogta vagy kezelte. Ercsei Katalinnal. Tudták egyébként, hogy előre hozzák ezt a szavazást? Tehát azon gondolkoztam, hogy még mondjuk a többi ellenzéki párt egyszerűen meg volt döbbenve. Hát Szabó Rebeka reggel tartott egy sajtótájékoztatót, és ott egy újságírói kérdéssel válaszolva, hogy tesznek-e valamit, azt mondja, hát nem tudunk tenni, mert ezt most döntötték el. Önöknek volt valami fülesük? Azért vitték be a szirénát? Semmiféle fülesünk nem volt. Arról van szó, hogy a házszabály ugye lehetőséget ad arra, hogy ha elutasítják az ellenzéki módosítókat, akkor azon nyomban szavazásra bocsássák magát a törvényjavaslatot is. És hát elég rutinosak vagyunk, tehát tudjuk, hogyha a Fidesz... Mindig van maguknál egy sziréna. Nem erről van szó, hanem arról volt szó, hogy sejtettük, hogy el fogják utasítani az ellenzéki módosítókat, mert hogy 4 éve folyamatosan ezt csinálják. És utána ott volt a potenciál, hogy valóban, hogy ezt meg fogják szavaztatni. Nagyon jól jött nekik egyébként a belpolitikai helyzet is, hogy így finoman fogalmazzak. Mert volt egy másik ügy is, ami mai napig tart, ugye Simon Gábor ügye. Lehet, hogy úgy gondolták, hogy úgy könnyebben, észrevétlenebbül át tudják ezt verni a parlamenten, hogy mellette van egy másik ügy is. Úgyhogy gondoltuk, hogy előfordulhat, úgyhogy úgy figyeltük egyébként az internetes felületet, és én 8:05-kor kaptam az értesítést, hogy itt 10 órakor vélhetően szavazás lesz. Hozzátartozik az is, hogy... Honnan kerít egy szirénát 2 óra alatt? 9 órakor nyitott a bolt, és az egyik kollégánk melyik ott volt. Melyik boltba lehet szirénát venni? Hát ugye nem én vettem, de ugye, lényeg az, hogy 9:20-kor már jött a telefon, hogy jöjjek gyorsan és vegyem át, mert ő nem tudta volna behozni a parlamentbe, én képviselőként megtehettem, úgyhogy egy sportáskába csempésztem be az ülésterembe ezt. A Schiffer András is villámgyorsan megérkezett, mert ő se tudott erről, hogy itt ilyen gyorsan akció lesz, úgyhogy villámgyorsan össze kellett szednünk magunkat. Az utolsó pillanatban jött az ötlet is egyébként, hogy Ercsei Kati felrohan a karzatra, és mert ugye mi úgy gondoltuk, hogy először elveszik tőlem, akkor Kata ott fönn a karzaton tud még közbelépni, szirénázni. Vagy esetleg oda dobja, mint annak idején a videókazettát, amikor Dajcs Tamásék Prágában voltak, akkor Mécs Mónika oda dobta Pesti Lászlónak a videókazettát. Hát három megafonnal készültünk, én itt a harmadik a Schiffer Andrásnak a jussa lett volna. Azt kellett nekem ugye latba vetnem, mert kiiktatták a vízzel az egyes számú szirénát, és akkor igen, nem azt lehetett hallani, hogy kicsit elhalkult. Igen, de akkor ugye előre hajoltam, és felvettem a Schifferét, és akkor azzal szirénáztam tovább. De egyébként mi is úgy gondoltuk, hogy 13-e. Nagyon mondták, hogy 13-a, ugye név szerinti szavazást kértünk, és mondták, hogy ráérünk még azt kérni, úgyis csak 13-án lesz. És az a helyzet, hogy most én már vagyok olyan rutinos, hogyha valamit ennyire mondanak, meg ennyire altatnak minket, akkor én már mindenre gondolok. Na most, ha ön annyira rutinos, akkor komolyan hitte azt, hogy például azokat a javaslatokat, amelyeket a házszabálymódosítása kapcsán ma előterjesztett, hogy azokból bármi is átmegy? Én fel szeretném hívni az ország figyelmét arra, hogy ugye jellemző, hogy ciklus utolsó napja a parlamentben, de mi már a következő 4 éven gondolkodunk. És egy korábbi javaslatunk volt, amit végül is el is utasítottak, arról szólt volna, vagy arról szól, és a mai napig azt gondoljuk, hogy ez lenne a helyes, hogyha bekameráznak a bizottsági üléseket is. Én ezt gondolom, a javaslatunk az gyengébb volt. De az mire lenne jó? Nézze, amíg... Az arra lenne jó, ha utána a közmédia ezt kötelezően le kellene, hogy adja valamikor, hogy mi történt a bizottsági üléseken. Ezt el is mondtam a sajtótájékoztatón. De hát most is gyakorlatilag nem tudom, mennyire veszi észre, az ATV-n kívül bizottsági ülésekről úgynevezett kevert hangos szinkronokkal dúsított felvételeket senki nem ad. Én ezen szeretnék változtatni, erre mondtam azt, hogy a DK-val vitatkozva én nem megszüntetném a közszolgálati tévét, hanem közszolgálatra kényszeríteném, vagy arra venném rá, hogy azt csinálja. Ugye azt is elmondtuk, hogy az éjszakai vitát nem tudjuk elfogadni, tehát az, hogy amíg egész Magyarország alszik, addig át vitatkoznak adott esetben időkeretben, mint Paksnál, olyan fontos témákat, ami az egész ország sorsát befolyásolja, ezt nem tartjuk elfogadhatónak. De az is hozzátartozik, és a javaslatunkban ez szerepelt, hogy ha kamera nem is, tehát abban a javaslatban nem volt, csak én mondom, én tovább mentem, mert én azért szívesen látnám egyes megszólásokat ott videón, meg a televízióban. Mi azt javasoltuk, hogy minden legyen elérhető szöveges formában, hangrögzítéssel azon nyomban az ülés után, ugyanis a következő ház, tehát az a következő parlamentnek egy nagy része, a munkai nagy része bizottságokban fog zajlani, ugye részletes viták oda kerülnek. És amit én itt az elmúlt 2 évben, ugye én 2 éve vagyok képviselő, tapasztaltam bizottsági üléseken, az néha minden határon túlment. Tehát azért informatív lenne a választóknak, hogyha látnák, hogy a képviselők produkálnak ott. Másrészt meg talán a lazsálókat is egy kicsit munkára kényszeríteni, ha tudnák, hogy itt árgus szemek figyelik őket. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.